Sziasztok! Ma a Thrustmaster T80 belépőszintű kormány Ferrari változatát fogjuk tesztelni. A T80-at PC-vel és a PlayStation 4 konzollal tudjuk használni, de a PlayStation 5 rendszeren is simán csatlakozik és rögtön működik is. A dobos súlyából kiderülhet, hogy prémium anyagokkal most nem nagyon fogunk találkozni, de az árcédula azért ezt már előre sejteti is. Kicsomagolás után rögtön kezünkbe vehetjük a termék két nagy egységét, magát a kormányt és a hozzátartozó kétpedálos rendszert. Tartozik még egy használati útmutató és egy kis leszorító, amivel a kormányt stabilan az asztalhoz rögzíthetjük. A Thrustmaster leírása szerint a kormány eredeti Ferrari 488 GTB-ben található kormány 8 a 10-hez arányú, hivatalos másolata, de azért ezt kibővítették még a PlayStation Controlleren található gombokkal is, hogy a kormánnyal tudjunk navigálni a játékok menüjében. A PlayStation ikonikus négyzet, háromszög, X és kör gombjain kívül megvannak a ravaszok helyei is, kapunk PS gombot, de van D-pad, ami egyébként borzalmas minőségű sajnos, és az Engine Start gomb mögé rejtették el. Ezen kívül elérhető a Start és Share gomb is a jobb oldalon található piros kapcsoló le és fel mozgatásával. A kormány közepén díszeleg a Ferrari logo, annak jobb és bal oldalán pedig természetesen helyt kapott a sebességfokozatok váltásához szükséges két kar is, aminek elég komoly kattanó hangja van. Maga a kormány közepes minőségű műanyagból készült, de szerencsére került rá egy gumírozott bevonat, ami egész jó fogást biztosít, és viszonylag könnyen, pontosan lehet tekerni. A kormányrendszer felfogatása egyszerűen és gyorsan elvégezhető művelet, a szorításoknál kapunk néhány szivacsos részt, hogy ne sértsük meg vele az asztalt. Felfogatás után a kormány nem nagyon mozog, stabilan markolja az asztalt, viszont a kormány végén van egy kis játék, ezt nem tudom, hogy szándékos-e, így kell-e működnie, de engem igazából nem nagyon zavart. A pedálok anyag használata a kormányhoz hasonló, fém alkatrészt itt sem fogunk találni. A talprész csúszásgátló bevonatot kapott, ami segít stabilan tartani a szerkezetet, viszont a felemelt sarokkal nem nagyon lehet lenyomni a pedálokat, mert felemelkedik az egész szerkezet a talajtól. Az érzékenységgel nincs gond, jól reagál a nyomásra, kellemetlen hangokat, mint mondjuk nyikorgást vagy recsegést nem ad ki. A csatlakozás USB kábelen keresztül történik, mely után a PS gombot megnyomva azonnal felismeri a rendszer a kormányt, és onnantól a konzolban simán lehet vele navigálni. Jó magam, még sosem próbáltam kormánnyal játszani autóversenyjátékot, így magabiztosan mondhatom, hogy kezdőnknek szerintem teljesen megfelelhet a Thrustmaster konstrukciója. Profik számára hiányozhatnak a prémium anyagok felhasználása vagy a kormány testre szabhatósága, kezdők számára viszont azt kapod, amire számítasz, egy jól működő kormányt és pedálokat mindenféle sallang nélkül. Elsőre nagyon idegen érzést kelt az autó kormánnyal való irányítása, még akkor is, ha egyébként valaki vezet, és egyébként tök egyértelmű, hogy az autót kormánnyal és pedálokkal irányítjuk. Elég sok mindenre kell figyelni, váltani, kormányozni, fékezni, visszaváltani, és bár ez valóban a való életben is így működik, mikor egy visszafogottabb autót is vezetsz egy versenyjátékban, akkor hát nagyon sokat kell játszanod, hogy megszokd. Menet közben a kormány és a pedálok is nagyszerűen működnek, nincs késés, nincs kihagyás, ebben az R kategóriában force feedbacket nem kapunk, de ami van, az tényleg rendben van. Kormányt a legutóbbi Gran Turismo-val teszteltem PlayStation 5 konzolon, és hát igazából soha semmi baja nem volt, azon kívül, hogy én rohadt béna voltam, úgyhogy jó pár kört kellett mennem, mire megszoktam ezt a fajta irányítást. Nagy tiszteletem azoknak, akik ezt egy olyan szinten tolják, hogy a valódi profi autóversenyzők idejéhez közel teljesítenek, hát ez számomra egészen elképzelhetetlen. Nem tudom, mennyi idő lehet ilyen szintre eljutni, de biztos nem kevés. A kormányt jelenleg 40.000 forintos áron szerezhetik be nagyjából, amiből látszik is, hogy valóban kezdőknek készült, akik szeretnék kipróbálni ezt az érzést, de nem akarnak túl sokat költeni. Nekik készült tehát a Thrustmaster T80, mert bár prémium érzet annyira nincsen, vannak hiányosságok, de teljesen jól működik és azonnal használható. A profibok úgyis más szegmensben nézelődnek, és ott körülnézve azért elég komoly árak vannak, de a 100.000 forintnál, de inkább kicsit felette kezdődnek ezek a megoldások, amelyeken már megjelenik a bőr és a fém felhasználása is. Úgyhogy mondhatjuk, hogy a T80 nagyjából 40.000 forintos ára tökéletesen lett belőve, és minden kezdő számára bátran ajánlható.
úgyhogy most megyek és megpróbálok végigmenni végre egy pályán. Sziasztok!